Jó reggelt csinálok magamnak egy újabb boldog nap. Az autokráciában a magam ura vagyok. Tegnap este úgy döntöttem, hogy én. Ma a 6 óra 13 perces ébresztő 41. másodpercében fogok felkelni. Reggeli torna következik. Én szeretem a reggeli tornámat, felfrissít és segít, hogy ne legyek beteg. És én választatok zenét a reggeli tornámhoz. Lábemelés. A lábemelés nehéz, de hasznos. Fekvőtámasz. Karhajítás 1, 2, 1, 2, 1, 2, felülés. Végeztem a reggeli tornámmal. Az autokráciában betöltött állásom örömet ad. Ebédhez támadt kedve. Az ebédem csupa egészséges molekulából van. A gyógyszerem segít, hogy ne legyek beteg. Én örömmel fogyasztom a gyógyszerem
szórakozni, támadt kedvem. Nézhetek videót. Én választatok magamnak videót. Az autokrácia története. Régen az egyének nem léteztek, autokráciában nem voltak szabadok, ki voltak szolgáltatva egymásnak, és a természet pusztító erőinek élükön a nap nevű sugárzó bősgolyóval a nap a legpusztító erők forrása. Az egyének védtelenek voltak. Az egyének társadalomban léteztek, amely a kölcsönös kihasználáson alapult. A társadalom vezetői terroristák voltak, akik felszólító mondatokkal irányították az egyéneket. Az egyének milliói nem jutottak ebédhez és gyógyszerhez, akik ebédhez jutottak a természetből, kaptak csupa ismeretlen molekulából álló veszélyes, pusztító dolgokat. A gyógyszerrel megvárták, míg az egyén beteg lett, és csak akkor adtak, aki kapott gyógyszert, az is idővel megszűnt létezni. A nap pusztító sugárzása miatt, de azután az egyének megszabadultak a terroristák uralmától, és megértették, hogy csak akkor lesznek boldogok, ha biztonságban lesznek a természettől és egymástól. Eljött az autokrácia kora, ahol az egyének örökké léteznek minden egyén lakosztályhoz jut, és védőruhához jut, és álláshoz jut, és ebédhez, és gyógyszerhez jut minden egyén. A maga ura nem parancsol senki. Az autokrácia az egyén fejlődésének csúcsa. Az autokrácia a tökéletes létezés. Autokrácia a maga ura vagyok. Autokrácia. A melletted lévő lakosztályból jövök. Egymás mellett léteztünk kezdettől, és nem is tudtunk egymásról eddig. Én már rég rájöttem, hogy csak ez a rongy választ el a külvilágtól. Elkezdtem nehezebb torna gyakorlatokat csinálni, mint amiket a gép diktált. De miért? Miért? Tudod, mi van odakint? Egy vége láthatatlan folyosó, tele függönyökkel. Megszámlálhatatlan sokan ülnek ugyanilyen lakosztályokban, ugyanilyen védőruhákban, csinálnak valami értelmetlenséget állás címén, és gépeket etik őket, és gépek diktálják minden mozdulatukat. Ez az autokrácia. Én látni akarom, mi van az autokrácián túl. Látni akarom,
azt a sok furcsát a történelmi videókból. Kíváncsi vagyok a természetre. A nap. A nap. Látni akarom a napot. A nap. A nap. A megpusztító. Be! Csodálkozol, hogy elhallgatott? Ez csak egy gép. Te parancsolsz neki. Gyere, menjünk! Induljunk el. Ébresszük fel a többieket is. Járjunk a végére. Felszólító mondat. Kelj fel! Gyere már! Terrorista! Felszólító! Terrorista! Hidd el, hogy nem is léteztek soha! Igen. Terrorista! Terrorista! Segítség! 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 Mennem kell. Segítség! Ezt azért még nyitva hagyom. Jó? Segítség! Bármikor kérlek, vagy segíteni önmagamon.